Keresztény értelmiségének lenni azt jelenteni, hogy folyamatosan szemlélődnünk kellene a világban, és el kellene fogadnunk a valóságot. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az igazi szabadság az azt jelenti, hogy független vagyok. Semmi nem korlátoz az én egyéni szabadságomban. Sokszor azt gondoljuk az értelmiségről, hogy jobb nem megkérdezni őket, mert akadályt jelentenek, a haladás útjában állnak, nem képesek gyorsan reflektálni a nagyon gyorsan változó világra, nem tudják megadni a megfelelő válaszokat, és akkor inkább figyelmen kívül hagyjuk őket. Tudjuk azt, hogy ha valaki semmihez nem kötődik, és mindentől független, azt a szél ide-oda fújja. Sajnos ezt a szemlélődést akarják szerintem sokan az értelmiségiek közül megspórolni, és egyből véleményformálókká válni. A keresztény ember nem attól keresztény, hogy kereszt van a nyakában, vagy benne van az anyakönyvben, hanem attól keresztény, hogy krisztusi, ahogy az eredeti elnevezésből fakad. Évekkel ezelőtt történt velem egy kórházi gyület utáni kora reggel. Oda mentem egy fekvőbeteg bácsihoz, tényleg hónapok óta az ágyat nyomta, valószínűleg az összes élete az volt, hogy nézte a plafont, arra nem volt ereje, hogy a fejét felemelje, és megszólítottam, hogy tetszik lenni. És ilyen csillogó szemmel rám nézett, hogy köszönöm, nagyon jó. Az a fáradt, nyűgös, alig aludtam valamit, mikor megyünk már haza, hangulatomból egy olyan szintű lámpafény gyújtott ez a rövid mondat a betegtől, amiből ugye azt mondják, hogy a betegbe lássuk meg Krisztust. A krisztusi ember puszta jelenléte evangelizál. Ahogy vezeti az autót, ahogy végzi a munkáját, ahogy elvégzi a közös feladatokat a társasházban, ahogy megnyilatkozik, nem büntelen és nem tökéletes, mert gyarló ember, de mindenen átsüt az, hogy ő valakihez tartozik. És ő ezt a valakihez való tartozást, ezt örömként éli meg. Szomorú, depressziós és kiábrándult keresztény soha nem fog tudni evangelizálni. Nem kell a mulandóságtól félni, nem kell az idővel versenyezni, nem kell a halálfélelemben élni az életet, hanem lehet nyugodtan azt mondani, hogy csak teszem a dolgom. Fogantatásomtól úgyis egy örök életnek vagyok a folyamatában. Én azt vallom, hogy a keresztény hit az a valóságból kell, hogy építkezzen, nem elvekből, nem meggyőződésből, hanem abból, ami körülöttünk van, hiszen a teremtett világban élünk. Amikor a keresztény kultúráról beszélünk, akkor én úgy látom magam előtt a gyönyörűen felépített templomainkat, a freskókat, a műtárgyakat, vagy nem is tudom, mit akarunk megőrizni ebből. De ha nincs benne a keresztény hit, akkor 100 év múlva ilyen múzeumokat fogunk nézegetni a templomokban. A Bibliát irodalmi műként fogjuk elemezni. A kereszténységet vagy radikálisan, egészében élem meg, vagy pedig sehogy. Az Úristen a langyosokat kiköpi. Ezt így írja a Szentírás. Mindenkinek meg kell küzdenie, ahogy Jákobnak meg kellett birkóznia az angyallal. Úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy azonos hitű, gondolkodású, értékrendszerű emberek megtalálják egymást, és erősítsék egymást. Nem vagyunk túl sokan, sem keresztényként, sem pedig magyarként a világban. Ez arra késztet minket, hogy megpróbáljuk a másikba tényleg a testvért megtalálni. Meg kell próbálni, bele kell menni. Radikálisan kell megélni. A radikális azt jelenti, hogy a gyökerekhez visszamenő. Ez a szabadon történő elköteleződés, az igazi szabadság.